Harcosokkal és szurkolókkal telt meg szombaton az orosházi sportcsarnok, ahol a nem mindennapi esemény keretében a harcosoknak 100 darab, egyenként 1 perces küzdelmet kellett vívni, nagyobb szünet vagy pihenő nélkül. A különleges erőpróbára több bajai harcos is készült, végül 3-an bizonyíthattak. Sihan Ken Robert egy sportbaleset okán csupán a főbírói feladatot láthatta el, a küzdelem ezúttal kimaradt a számára. Igazándiból egy jó 2-3 héttel ezelőtt tudtam elkezdeni mocorogni, edzeni, és azt nem szerettem volna, hogy én legyek az egyik, a nagy nevek közül, akik megjelennek ezen a rendezvényen, és én üljek le mondjuk az elsők között. Ott volt viszont Róka Györgyi, Heinz Zoltán és Vince László, akik több mint 100 harcostársukkal vállalták az embert próbáló kihívást. Vince László a 82. küzdelme után térdsérülés miatt kénytelen volt kiszállni, azonban így is emberfeletti teljesítményt nyújtott. Kettős érzéseim vannak, örülök, hogy eljutottam a 82. küzdelemig, sajnos sérülés miatt kényszerültem feladni. A tüdőm meg a lelkem az még vitt volna tovább, de a térdem sajnos már nem akarta tovább folytatni. Volt azonban olyan harcos is, aki nem volt elég aktív, ezért őt a szigorú szemű bírák kérték meg, hogy hagyja abba a küzdelmet. Róka Györgyit ezen a napon senki és semmi nem állította meg, a bajaiak harcosa végig küzdötte a 100 ellenfelet. Az első 20 az, ami katasztrofális volt, tehát nagyon megviselt, nem is tudtam elképzelni, hogy mi lesz velem. Aztán ittunk egyet. Ugye 20 menetenként volt egy szünet, amikor bírtunk egy kis folyadékot magunkhoz venni, és ott nagyon vártam, hogy újra kezdjük, mert úgy éreztem, hogy nem szabad most, nem szabad leülni és kihűlni, hanem most kell nyomni tovább. Szintén sikeresen teljesítette a kihívást a Vaskuti, a Karjú Dojo vezetője, Heinz Zoltán. Nagyon nehéz volt, de nagyon büszke vagyok magamról, hogy sikerült megcsinálnom. Készültem rá sokat, nem titkolt reményem volt, hogy végigcsináljam. Voltak holtpontok, amikor kétségeim voltak ezzel kapcsolatban, de jó volt a társaság, jó volt az egésznek a szellemisége, és sokat segített, és ezáltal sikerült megcsinálni. Az ünnepélyes megnyitón elhangzott, hogy első alkalommal rendeznek ilyen kihívást, azonban szeretnének belőle hagyományt teremteni. A látottak alapján erre minden esély meg is van. Én bízok benne, hogy nem az utolsó, mi ebből hagyományt szeretnénk teremteni, és nagyon remélem azt, hogy a következő években is ezt meg tudjuk rendezni, és egyre nagyobb létszámmal és egyre nagyobb szervezeti és külföldi létszámmal tudjuk ezt megrendezni, ezt az eseményt. Az ünnepélyes eredményhirdetésen mindenki átvehette a jól megérdemelt jutalmat, azonban ezen a napon a tárgyi ajándékok mellett az erkölcsi győzelem sokkal nagyobb volt.